Torna Szent András, Torna, ebből valószínűleg még csak kevesen tudják, hogy hol lehetünk. Az ország északkeleti csücskében vagyunk, körülöttünk a Szalonnai hegység, ott azon a hegyen vonul végig a szlovák-magyar határ, tehát közel a határhoz is, és itt áll a környék egyik legkülönlegesebb temploma, és hogy miért különleges a Torna Szent Andrási templom, ez hamarosan kiderül. Torna Szent András, Borsodabaúj Zemplén megye északi részén fekszik, Edelény 30 km-re van, Torna Nádaska 6 km-re. A régi Gömör és Torna vármegyék kellős közepén vagyunk, amit aztán a trianoni határ vágott szeszélyesen ketté. Ezért lehet, hogy ugyan már két ország, de Gömör és az egykori Torna vármegye területén nagyjából hasonló, gyönyörű árpádkori templomok várnak a felfedezésre, és még gyönyörűbb középkori freskókkal. A település a nevét az egykori legkisebb vármegyéről, Torna vármegyéről kapta, a templom pedig Szent Andrásról. Nálunk ugyan Szent Borbála számított a bányászok védőszentjének, de Torna Szent András akkori lakói valószínűleg külföldi telepesek, azaz hospeszek voltak, akik a cseh vagy tiroli, meránói, ami a mai Dél-Tirolt jelenti, bányavidékeiről jöhettek, mert a templomokat arra felé volt szokás Szent András tiszteletére felszentelni. És hogy mitől különleges, attól különleges, amitől a neve is más, mint ami Magyarországon szokásos, sőt nem csak különleges, de egyedülálló, ugyanis ez az árpádkori templom kettős szentéllyel épült, ami azon a vidékeken volt szokás, ahonnan ezek az első betelepülő bányászok érkeztek nyugatról. A falu neve először IV. László király idején egy 1283-ban kiadott adományozó okiratban bukkan fel. Aztán ugrunk több száz évet, mert miután a törökök fölégették a települést, és ki is halt több száz évre, a 18. században újra, de a felvidékről érkeztek a lakók, akik mészkőbányászattal és erdőgazdálkodással foglalkoztak. Ebből a korszakból származik, ebből a barokk korszakból származik a mellékoltár, a szószék, és valaha még orgona is volt, viszont az eredeti építés, ez a bizonyos különlegesség a kettős szentéllyel, ez árpádkori, és nagyjából második András idejére tehetjük. Az ő felesége volt a híres hírhedt Gertrudis királyné, akivel nyilván számos szakember és lovag érkezett, és a kíséretében lehettek valószínűleg azok az építőmesterek is, akik ezt a templomot bizonyos értelemben ebbe a meráni stílusban megépítették. Bejövünk a templomba, akkor viszonylag gyorsan kiderül, hogy három különböző korszakról van szó. A legrégebbi, az valószínűleg a diadalívig tartott, az az első románkori, a híres dupla szentéllyel az apszisban. Később gótikus stílusban épült hozzá ez a majdnem négyzet alakú hajó. Egyébként törökkor előtt a templom bejárata, sőt a falu, és máshol volt, Torna Szent András a túlsó oldalon, tehát ez az egyik ajtó, amit most nem használnak, az volt az eredeti, és később a harmadik korszakban, közben volt egy több száz éves szünet, a templom teteje teljesen beomlott, középen egy nagy fa nőtt, és a felújítás, a barokk felújítás ideje a harmadik szakasz, amikor megépült a karzat, és az az új, másik, mai főbejárat. A kettős szentélyben, tehát az apszisban a bányászok védőszentje, Szent Borbála szobra állt valaha, a másikban a templom védőszentjét, Szent Andrást képviselte egy kegyoltár, ez ma már nincs meg. És ebből az időből származnak a diadalív és a falak falképei, amelyek Szent András legendáját, apostolokat és királyokat ábrázolnak, valamint a szádvári várkápolnából állítólag onnan került ide ez a díszes mellékoltár. Falképei a régészeti falkutatás során kerültek felszínre, meglehetősen töredékes formában, mert a törökök levertek minden arcábrázolást. Nyilván sokan megkérdezik, hogy minek kellett az ikerszentély, ezt nem tudjuk. Mindenesetre van egy átjáró is benne, továbbá a két szentét elválasztó pilléren Szent István
képe látható, és a további királyok, itt mellettem Szent László egy hatalmas bárdal és bőrkesztyűvel tartja országalmát, a másik oldalon pedig szintén levert arccal valószínűleg Szent Imre lehetett, hiszen ezekben a királyábrázolásokban ők a Árpád-kori templomok három leggyakoribb szereplője. Szent István felett az utolsó ítéletnek egy töredéke maradt meg, állítólag benne egy ördögábrázolással is, amit bizonyos fantáziával lehet csak felfedezni. Az egyik ülőfülkében, ami szintén kétséges, hogy vajon ülőfülke lehetette, vagy esetleg kegytártartó, mindesetre egy falmélyedésben egy püspök szent ábrázolása maradt fenn. A gótikus kifestés is komolyan károsodott, de azért nagyobb, összefüggő, értelmezhető részletek maradtak ránk belőle. A diadalív íves felületén egy mondatszalagokat tartó prófétát lehet fölismerni, középen díszesebb kerettel övezett Agnus Dei, azaz Isten báránya, választja el a három-három próféta melképét. Az íves felületen díszes keret, belül függőlegesen két közel életnagyságú királyszent látható, dicsfényüket és koronáikat a régi festők még a nedves vakolatba metszett erőteljes kontúrokkal tették plasztikussá. Róluk már volt szó, Szent István, illetve vele szembe Szent László. Az ilyen töredékesen megmaradt freskóknál az az érdekes, hogy rengeteg találgatásra és elképzelésre, beleképzelésre ad lehetőséget. Itt a gótikus hajóban például rögtön egy királyi pár, egész pontosan császári pár látható. Az egyik állítólag Nagy Konstantin, tehát bizánci császárokról van szó, a másik a felesége a Szent Kereszt megtalálásával, mellette pedig három nagyon díszes ruhába öltözött nemes úr látható, akiről többen azt állítják, hogy az egyikük nem más, mint Bebek György, a környék kegyura, aki akkor finanszírozta a gótikus hajó kifestését, amikor ő a hatalma fénykorát érte itt a környéken. A törökökről már volt szó, ez a korszak sem a templomot, sem a települését nem kímélte. A templom tulajdonképpen legalább 150 évre beomlott, a közepén egyébként egy hatalmas fa, egy hársfa nőtt, és a legendák szerint ennek a hársfának a fájából faragták azt a Mária szobrot, ami a kettő szentély egyik fülkéjében, apszisában található. Tehát a 18. század közepén építették újabb barokk formában a templomot, ezt a korszakot idézi a mellékoltár is. Ekkor találták meg a szentély középkori freskóit, amelyek máig a templom ékességének számítanak. A 70-es években volt sajnos utoljára alapos műemléki felújítás, azóta nem. Néhol vizesek a falak, és mindenképpen el kell mondani, hogy a fazsindelyes tető az kátrányozásra szorulna, mert most már néhány év óta beázik. Közép-Szlovákiában, egészen pontosan Gömörben már rendkívül népszerű a Gotická cesta, azaz gótikus út nevű civil kezdeményezés, ami az ottani gótikus és románkori kis templomokat látogatja végig. Azt hiszem érdemes lenne Magyarországon is elindítani egy új gótikus utat, aminek itt Észak-Kelet Magyarországon mindenképpen része lenne ez a különleges Torna-Szent Andrási római katolikus templom.